Rendőrségi kisbusszal hozták az egyik vádlottat, személyautóval pedig a másikat a pécsi járásbíróságra hétfő délután. Komlói és a Sásdi nőt azzal vádolják, hogy megmérgezték az idősebb gyanúsított anyósát. A bíróságon előzetes letartóztatásokról döntöttek. Minősített emberülés miatt folytatja a Baranya megyei rendőrfőkapitányság a nyomozást a két gyanúsítottal szemben. Ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele 10-től 20 évig terjedő, vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztés. Ennek megfelelően az ügyészség álláspontja szerint tartani lehet a várható büntetés súlyosságára is figyelemmel, tartani lehet attól, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén esetleg elszöknének vagy elrejtőznének. Maga a nyomozás még nagyon kezdeti stádiumban van, így a bizonyítás nehezítése is indokolja a gyanúsítottakkal szemben a legsúlyosabb kényszerintézkedésnek az elrendelését. A megalapozott gyanú szerint korábban megállapodtak abban, hogy megölik az általuk gondozott 86 éves nénit. Az 57 éves nő október 22-én feljelentést tett társa ellen zsarolás miatt, mert a 43 éves nő azt mondta a feljelentőnek, hogy kompromittáló hangfelvételeket hoz nyilvánosságra az anyósa halálával kapcsolatban, amennyiben nem fizet neki 3 millió forintot. A felvételeket meghallgatták a rendőrök. Ezek alapján lettek gyanúsak az elkövetők. Kiderült, hogy a két gyanúsított rendszeresen egy ismeretlen eredetű és hatóanyagú tablettát adott az áldozatoknak, amelyektől október 21-én elhunyt. A bíróság elrendelte előzetes letartóztatásukat, amit az 57 éves komlói nő tudomásul vett. A 43 éves Sásdi fellebbezést nyújtott be.